éppen itt a gyulai memoriálom. Wade Nickerki egyébként az idei legjobb eredmény országos csúcsot futott a jamaicai bajnokságon, egy picit ellopva a sót Usain Bolttól, aki ugye hazai közönségétől akkor búcsúzott Kingstonban június 10-én. Nickerk 19.84-et futott akkor, ez a legjobb futás 200-on, és hát ne felejtsük, a 200-as trón kiadó lesz majd a londoni világbajnokságon, hiszen azok után, hogy 3 olimpiát és 4 világbajnokságot megnyert Usain Bolt a félkörös távon, most már jókorán bejelentette, hogy csak a 100 métert fogja vállalni, úgyhogy 200-on biztos, hogy új győztest fognak avatni, és akár Akane Simbine is ott lehet majd a világbajnoki dobogón, aki március 4-én, tehát meglehetősen korán ebben a szabadtéri szezonban egy olyan duplát hajtott végre, hogy egy napon belül futott 20 másodpercen belül 200-on, illetőleg 10 másodpercen belül 100-on. Támberjúgjuk a következő magasságán, ezért vártak az indítóbíró 2.30-on. Az első kísérlete nem sikerült, úgyhogy mostantól figyeltünk ismét Simbinére. Nagyon kevesen tudtak az atlétika történetében hasonló egynapos duplát bemutatni, mint Simbine, úgyhogy ő bírja a terhelést, de hát bírnia is kell, hiszen nagyon-nagyon fiatal atlétáról van szó. Idén 6-an futottak eddig 20 másodpercen belül. A mostani mezőnyben közülük Simbine van itt egyedüliként, ővé az ötös pálya, úgyhogy mindenképpen ő a favorit. Férfi 200 méter, 6 futóval, tehát Akane Simbine arról a harmadik, és ő az, aki majd itt a célegyenesben talán elsőként fog befordulni, de Jukes is kiválóan tartja magát mellette. A két amerikai közre fogja a dél-afrikai versenyzőt, és le is győzi Isaiah Young, akiben úgy tűnik, hogy több erő marad a végére a 100 után. Akane Simbine itt is szerez egy ezüstérmet, de hát ez nem újdonság számára, hiszen volt már ő korábban itt a gyulai memoriálon, tavaly is szerepelt, és akkor is dobogós tudott lenni mind a két alkalommal. Ezúttal Isaiah Young mögött lesz második Simbine. 20-14 idei legjobb Isaiah Youngnak, 20-21 Simbine. Úgyhogy ugye ezúttal 20 másodpercen kívül teljesít. Dedrick Jukes lesz az amerikai a harmadik 20,44 század másodperces futással. Nagyon sokszínű egyébként ez a 200-as mezőny, hogy a Lösön Merit is kacsingatott e felé, de ő a világbajnokságon nem fogja a legújabb hírek szerint vállalni ezt a távot. De hát van például török gyímánt liga győztes is már Ramil Guliyev személyében, aki a közelmúltban Párizsban tudott nyerni gyímánt liga versenyt, úgyhogy sokan pályáznak a világbajnoki dobogóra, de ez általában így szokott lenni a sprint számokban. Itt most Székesfehérváron Akane Simbine 100-on és 200-on is ezüstérmes, 100-on Gatlin révén, itt 200 méteren pedig Isaiah Young révén egy-egy amerikai futó győzi őt le. Idei legjobbját futja Young, ezzel első, Simbine a második és Jukes pedig harmadik férfi 200 méteres síkfutásban.